vannak olyan filmek, amiket én írtam, és jól sikerültek, és azok általában ilyen nagyon gyorsan megírt forgatókönyvek. De alapvetően az íróasztal magányát nehezen bírom elviselni, és olyankor hajlamos vagyok minden egyébre gondolni, mint arra, amiről éppen írnom kellene. Szóval nem vagyok egy ilyen egyedül dolgozó típus. Úgyhogy ezért, talán ezért is lettem rendező, mondjuk filmrendező, és nem író. Benne nem volt 18 évesen egyáltalán egy olyan, hogy van egy életcélom, filmrendező akarok lenni, ezt akarom elmondani a világnak, és ilyesmi, ami egyszerűen ez egy ilyen jó ötletnek tűnt, egy pár évet így eltölteni egy ilyen közegben, és ennyi. Bennem az ötletek az emberekkel való interakcióban születnek meg, és kommunikációban, és abban, hogy figyelem őket. Névi egy filmet kellett készíteni, ez volt az első feladat a Színház és Filmművészeti Egyetem első évén. És az volt a megkötés, hogy legalább egy képkockán rajta kell, hogy legyél. Te kell, hogy legyél az operatőr, te kell, hogy legyél a hangmérnök, és te kell, hogy legyél a vágó. Te gyakorlatilag nem használhatsz egyáltalán stábot, és rólad kell, hogy szóljon valamennyire, vagy egy ilyen bemutatkozó film. Van egy ilyen kényszer arra, hogy együtt élünk, fontosak kell, hogy legyünk egymásra, és fontosak is vagyunk egymásra. A szülők, minden szülő igazából az életének azért attól függetlenül, hogy mennyire rakta bele magát, elég nagy részét ráadozta a gyerekére, nagyon sok szeretet, áldozathozata, meg ilyesmi van, és mégis nagyon sok sértettség, görcs, ellenállás születik az egészből. És ennek van egy ilyen alapvető, feloldhatatlan drámaisága. Én tudatosan próbáltam volna szinten tartani az apa-fiú viszonyt, és én fájdalmasabban éreztem ennek a döccenőit, vagy hiányát, mint például anya. És valahogy a kamera az itt nem egy ilyen hátráltató tényező volt, hogy kitettség és mesztelenség, hanem igazából egy generátor volt arra, hogy ezek a kérdések ezek fel legyenek téve. A szülőként szeretnéd, hogy a gyereked transzparáns legyen előtted, és gyerekként is valahol szerintem mindenkiben van egy olyan igény, hogy szeretnéd, hogy a valódi énedet lássák. Ilyen kicsit ilyen önismereti dolognak is tartottam a filmezést. Most is valamennyire annak tartom, de akkor különösen erős volt így ez, hogy legyen az én személyes életemben is tétje annak, hogy filmet csinálom. Olyan színészeket választok, akik nagyon hasonlóak szerintem karakterre azokhoz a szereplőkhöz, akikről én mesélni szeretnék. És ez mondjuk a Romanian Sunrise-nál volt mondjuk a Molnár Gusti, ő játszotta ezt a fiút, akiben van egy ilyen 30 év körüli, 1 méter, 90 centis, kicsit szétálló fölű, érdekes arcú srác, hogy lemegy a tengerpartra, megkeresi az apját, akit nem látott csecsemőkora óta, és van benne valami teszetosszaság az egészben, hogy oda menjen, ne menjen oda, de mégis nagyon fontos, hogy oda menjen. És az egésznek van valamiféle ilyen esetlen bája. Szabdáróban pedig ő egy elég ismert román színész, neki is a fizikai kisugárzása, hiszen van ez az óriási pocakja, és ő tényleg ez az ilyen zsigeri, balkáni színész, aki nem ilyen Hamlet monológokban éli az életét, hanem kimegy halászni, sör, és tehát ilyen teljes hétköznapi lazasággal éli az életét, és egy ilyen fickó, akiről el lehet képzelni, hogy egyébként a maga hétköznapi egyszerűségében zabálja az életet, nőzik, és akkor neki így bejöhetett egy ilyen gyerek így véletlenül, mint ez a srác. A játszótársakban meg, ahogy a Nagy Zsoltot általában
arról ismerik a magyar filmnézők, hogy ilyen, ilyen bivaj arcú ilyen macsókat játszik, és nálam sem kell nagyon mást játszani, szóval az az igazság, hogy belőle is ez sugárzik. Szóval neki ezt nem kell nagyon eljátszani, ő egy ilyen csávó, ő egy ilyen nagyon szókimondó, nagyon direkt, nagyon, nagyon erősen macsó kisugárzása van. Emőke, aki viszont, tehát ő ott már azért nála voltak eltérések a valódi én között, mert ott azért sokkal bonyolultabb, meg ellenmondásosabb dolgokat kellett megcsinálni. Van egyfajta ilyen visszafogott zártság is benne, meg van benne egy ilyen nagyon szexi diva. A Semmi Bogár című kisfilm, ahol meg a Mészáros Blanka volt szerintem nagyon jó, meg a Vecsei Hasi is, de mondjuk Blankának volt talán egyel nehezebb feladata. Tényleg ez történt, ott ülök a székébe, fúrja, faragja a fogamat, letörünk belőle egy darab, és mindez egy órával azzal, hogy véletlen összetalálkozunk. Nagyon izginek tartottam azt, hogy két ember megy, beszél, és egyszerűen a köztük levő kémia az, ahogy ők egymásra néznek, egymásra nevetnek, szüneteket tartanak, stb. És maga a szitu az, hogy mondjuk életükben először találkoznak, és kialakul valami közöttük, vagy az, hogy 10 évvel később összefutnak, és hogy jönnek elő bennük azok a dolgok, amik 10 éve korábban történtek, illetve mindaz, ami az alatt a 10 év alatt történt. Szóval maga a szitu, meg a karaktereknek ez a vibrációja, hogy tudja működtetni a filmet, anélkül, hogy bármilyen erős dramaturgiai fordulat lenne, vagy ilyesmi. Egyszerűen a dialogoknak az, ahogy egymásra épülnek, az annak a természetesség az engem nagyon vitt. Kicsit ilyen balkáni kommunikációs stílus, ez számomra mindig egy kicsit felszabadító is tud lenni. Másrészt ez mondjuk a Romania Sunrise-nál inkább egy metafora is tulajdonképpen. Nevoje transplantácie rinic. Nevoje transplantácie. Nem várt. Ich komme zu dir. Csere un rinic. Rinic. Konkrétan én románul beszéltem magyarul, és próbálunk valami közös nyelvet találni. Ez egy olyan humorforrás tudott lenni, amiről azt gondoltam, hogy ez így feldobja a filmet. Én nem akarok nagyon már ilyen filmeket csinálni, de ez ilyen furcsa, hogy így valószínűleg tényleg most fut ki nagyjából az új hullám, bár szerintem még biztos, hogy lesznek ilyen filmek. Meg nem nagyon hiszem, hogy Mondzsú, vagy Pujó, vagy Porombolyó elkezdene valami nagyon radikálisan más nyelven beszélni. Izgatott ennek az életszerűsége, ennek a formának, és a természetessége, és a közvetlensége, és az, hogy nincsenek mindenféle szerzői konstrukciók, nem lépnek a néző meg a film közé. Mert általában gyakran van az, hogy a zenét használod, a kameramozgást használod, ahogy a dramaturgiát használod, azzal a szerző saját magára felhívja a figyelmet. És itt viszont el tud tűnni valahogy a szerző, és a színészeknek a hosszú snittek miatt sokkal nagyobb terük van arra, hogy természetesen viselkedjenek, és ne mondatonként kelljen őket összefordítsálni, úgyhogy így elhiszed azt, hogy mi van. Ugye ez a következő film, amit most dolgozom, ez egy egész estés mozifilm lesz, és azért lesz egész estés mozifilm leginkább, mert a Magyar Nemzeti Film Alapnak az inkubátor pályázatán nyert támogatást. És ott olyan alkotókat támogatnak, akiknek még nem volt egész estés filmjük moziban, és én még nagyon szerettem volna ezt az ötletemet megvalósítani, és akkor ide pályáztam el, ugye nekem még nem volt film a moziban. Viszonylag sok pénz kell ehhez az ötlethez, és ez egy ilyen, ez volt tulajdonképpen a legadekváltabb platform arra, hogy
erre támogatást szerezzünk. Ilyen apákat kerestünk, akinek ilyen 7-10 éves gyerekeik vannak, és meséket írnának nekik, amikből mi majd mesefilmeket készítenénk, és az volt az ötlet, hogy tulajdonképpen ez egy dokumentumfilm legyen, az apák meg a gyerekek kapcsolatáról, amiben ez az alkotói folyamat, meg ez a mesealkotás teremti meg az apák meg a gyerekek között azt a kapcsot, ami egyébként nem tud nagyon létrejönni a nagyon egyértelmű korlátok meg falak miatt. Így elég izgalmas dolog ahhoz, hogy ne egy ilyen 10 perces valami legyen, amit párra megnéznek az interneten, vagy egy-két ilyen zárt rövidfilmfesztiválon, mert oda igazából általában egy elég zárt közeg jár. Hát lényegében az van, hogy bemegyek a börtönbe egy operatőrrel, dumálgattuk az apákkal a családról, arról, hogy éppen hogy vannak, mi van velük, és írunk meséket. Ami lényegében arról szól, hogy ők hoznak ötleteket, amik a gyerekeikből inspirálódnak, és én pedig segítek abban, hogy ez egy kompakt dramaturgiai formában kerüljön.